I think there's many nagyon sok verseny közül lehet választani a naptárban. A csapatunkban 31 kerékpáros van, és fontos, hogy mozgásban tartsuk őket, és több megmérettetésen vegyenek részt. A Giro alatt viszont nincs nagyon másik esemény. Az olasz körversenyre mindig a legerősebbeket küldjük, emellett pedig a Tour de Hongrie-n is tudunk egy csapatot indítani, a versenyzőink pedig így formában tarthatják magukat. Lehet, hogy ez az első alkalmunk itt, de ezzel felmérhetjük kicsit ezt a versenyt, és eldönthetjük, hogy a jövőben visszatérünk-e ide. Vannak fiataljaink, de természetesen tapasztalt kerekeseket is hoztunk. Ez utóbbi kategóriába tartozik Manuel Boara, de tehetséges fiatalnak számít Javier Romo is. Ő egy nagyon jó hegyi kerékpáros, így az emelkedőknél kipróbálhatjuk, hogy mit tud. Stefan de Bod is hasonló képességű, ő is szép eredményeket érhet el a hegyi szakaszokon. Itt most nincsenek jó sprintereink, hogy felvegyük a kesztyűt azokkal a csapatokkal, akik a gyorsabb etapokra építenek. Meglátjuk, hogyan alakulnak napról napra a szakaszok eredményei. A terep alapján sok sprintre kell számítani. Szerintem az erre alapozó csapatok nem nagyon engedik majd ki a kezükből az irányítást. Minden bizonnyal a hegyi szakaszok fognak majd dönteni az összetett végeredményéről. A Tour de Hongrie-t is az nyeri meg, aki ezeken az etapokon tud jól teljesíteni. A Tour de Hongrie is az, aki nyeri meg, aki ezeken az etapokon tud jól teljesíteni.